Osztják a tankönyveket, mintegy 12 milliárd forint értékben 13 millió kiadvány kerül a diákokhoz a napokban. Tovább drágulhat a cukor. Az egy évvel ezelőtti 187 forinttal szemben jelenleg átlagosan 249 forintot fizethetünk az édesítő kilójáért. Sokalják a költségeket, a mezőgazdasági permetezőgépek kevésbé drága és észszerűbb műszaki vizsgáztatása érdekében a földművelésügyi miniszterhez fordul az Agrárgazdasági Kamara. Elkezdődött a tankönyvosztás, persze akadnak olyan iskolák, ahol majd csak az első tanítási napon vehetik át a diákok és szüleik a tankönyveket. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Mintegy 12 milliárd forint értékben 13 millió kiadvány kerül a diákokhoz a napokban. Az általános iskola alsós osztályaiban alanyi jogon térítésmentesen járnak a könyvek, felső tagozaton pedig rászorultsági alapon. Akinek fizetnie kell, csekket kap, azt szeptember 15-éig kell kiegyenlítenie. Nyáron folyamatosan készültek a tankönyvek a hazai nyomdákban, július végéig be is fejezték a munkát, majd augusztus elején kezdték meg a kiszállítást, naponta átlagosan 200 iskolába érkeztek meg a kiadványok, összesen 13 millió darab. Sok könyvet várok, de nem várom az iskolát a sok tanulás miatt. A legtöbb intézménynél nagy tereket, általában tornatermeket kerestek a könyvek lerakásához, például a nyíregyházi Jókai iskolában is. A könyvkupacok száma és magassága napról napra csökken, hiszen itt már elkezdték a tankönyvosztást. Istennek hála nálunk, nagyon sok gyerek kezdi el a tanulmányait, 771 tanulónk van az idén, 12.500 tankönyvet osztanak ki a kollégáim. És a tankönyvosztás az úgy történik nálunk, hogy az utolsó augusztusi héten, a tanévnyitó előtti héten, vagyis 22-től augusztus 22-től 26-áig reggeltől délig osztjuk a könyveket, és van olyan nap, amikor estig itt vannak a kollégáim. A szülők sorban állnak, bediktálják a gyerek nevét, majd várják a könyveket. Kis Balázs első cím, és evangélikus. Feljegyzik az adatokat, és az elsős gyermek anyukája már viheti is a könyveket, ráadásul ingyen, hiszen az általános iskola alsós osztályaiban alanyi jogon térítésmentesen járnak a könyvek. Kettő gyermekem van, az egyik gyermek első osztály, és a másik pedig hetedikes. Az elsős akkor ingyen kapja a tankönyveket, és a hetedikes pedig fizetős rendszerben. Vajon mennyit kell majd fizetni? Nem tudom. Körülbelül az előzetes tájékoztatás alapján 20 ezer forint felett. Országosan mintegy 12 milliárd forint értékben 13 millió kiadvány kerül a diákokhoz a napokban. A hetedikes a gyerek, minden tankönyvet megvásárolunk, mert nincs nagyobb testvér. Hogy mennyibe fog kerülni, azt igazából nem tudom. Tessék. És mit vár? Hát jó minőségű tankönyveket, hogy ne essenek szét. De én szerintem a tavalyi évben sem volt ez a probléma. Szilágyi Tiborné interjúnk után vette át a tankönyves csekket, mint látszik 19.530 forintot kell majd fizetnie. A csekkeket minden érintettnek szeptember 15-éig kell kiegyenlíteni. Fizetni lehet többek között készpénzzel, utalvánnyal, átutalással is. 19.530. Tovább emelkedhet a cukor ára, pedig a természetes édesítő már most közel másfélszer annyiba kerül, mint egy évvel ezelőtt, azaz 187 forint helyett átlagosan 249 forintot fizethetünk a cukor kilójáért. Az emelkedést a vendéglátóhelyek zöme még nem építette be az árakba, ám ha tovább drágul a cukor, többek között az éttermek, cukrászdák kínálata is drágább lehet. A cukor termelése világszinten csökken, ez is eredményezi, hogy az édesítő ára emelkedik. A további drágulás hazánkat is érintheti, hiszen az évi közel 400 ezer tonnára tehető magyar cukorfogyasztásból csak 125 ezret fedez a hazai termelés. Az áremelkedés miatt azonban más is drágulhat, például a sütemények, torták. Ebben a nyíregyházi cukrászdában jelentős mennyiségű cukrot használnak fel nap mint nap. A természetes édesítő ára emelkedését egyelőre még itt sem építették be az árakba, de ha tovább drágul a cukor, várhatóan a desszerteket is magasabb áron értékesítik majd valamennyi helyen.
Sajnos volt már egyszer egy ilyen cukorár robbanás, amikor az egeket verdesték a cukorárak. Nem tudjuk, hogy most minek nézünk elébe, vagy mi következik. Egy darabig tudjuk tartani a sütemény árakat, de amikor már nagyon-nagyon elszabadul az ár, és nagyon magasan van, akkor sajnos kénytelenek leszünk az árhoz hozzányúlni. Nem csak azért, mert maga a cukor ár emelkedik, hanem azért, mert vannak olyan egyéb más alapanyagok, amelyek cukrot tartalmaznak. Ennek következtében nyilván az alapanyaggyártók is előbb-utóbb a magasabb cukrot fogják beépíteni az áraikba, így ezek az úgynevezett járulékos anyagok is áremelten, tehát magasabb árban fognak beérkezni a cukrászatokba, tehát tulajdonképpen kétszeresen csapódik le nálunk a cukor áremelés. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a kristálycukor kilójának átlagára idén júliusban 249 forint volt, szemben az év elejé 222 forinttal. Egy évvel ezelőtt pedig mindössze 187 forintot kellett fizetni a cukor kilójáért. A mezőgazdasági permetezőgépek kevésbé drága és észszerűbb műszaki vizsgáztatása érdekében Fazekas Sándor földművelésügyi miniszterhez fordul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A műszaki felülvizsgálatra november végéig van büntetés nélkül lehetőség, azonban az eljárás a gazdák szerint anyagilag megterhelő és teljes körűen kiépített rendszer hiányában nehézkes is. Ahogy a gépjárműveket, úgy az ilyen motoros permetezőgépeket is vizsgáztatni kell, ha azok idősebbek két évnél. A helyi edzőnél pedig előre be kell jelenteni a permetezést. Ezek a legfontosabb növényvédelmet érintő változások az idei évtől. Ezeknél a mezőgazdasági eszközöknél azért is fontos a megfelelő műszaki felkészítés, mert gyakran az emberi szervezetre veszélyes mérgeket szórnak. A vizsgálat a környezeti terhelés csökkentése mellett a növényvédelmi költségeket is mérsékli. Mindenkinek be kell jelentkezni egy bizonyos felületre, ahol jogos előjegyzésbe veszik, és akkor, amikor majd rákerül a sor, akkor kijönnének megvizsgálni, de ez olyan költsége járna, hogy ez a 35 és 65 ezer forint között van a kategória függvényében szórófejek, és olyan vizsgálatokat végeznek el a permetezőgépen, amit én szerintem csak azoknak kellene elvégeztetni, akik Magyarországba üzembe szeretnének helyezni egy növényvédő gépet, és ahhoz a műszaki tanúsítványt kívánnak kérni. A műszaki vizsga 3 évig lesz érvényes. Aki nem tesz eleget a kötelezettségnek, növényvédelmi bírságot kaphat, és eltilthatják a permetezőgép használatától. Nem sikerült megegyezni a növényorvosi kamarával, körülbelül 4 alkalommal ültünk össze, ahol egy gazdabarát megoldást szerettünk volna javasolni, amit ők nem tudtak elfogadni. Így a országos elnökség egy olyan döntést hozott, hogy Fazekas Sándor miniszter úrhoz fordulunk, hogy vonja vissza azt a rendeletet, és egy újról a gazdálkodók bevonásával tegyünk egy olyan javaslatot, ami egy a lengyelekéhez hasonló kategóriájú ilyen pénzösszegben meghatározott, és talán a gazdálkodókat anyagilag nem sújtó megoldást tegyünk le az asztalra. A jelenlegi előírások szerint a gazdáknak november végéig van idejük arra, hogy bejelentsék a Növényorvosi Kamara megyei területi szervezeténél a permetezőgépeiket. Ha ez a bejelentés megtörtént, előbb-utóbb sorra kerülnek a műszaki vizsgán, és a NÉBIK ezt a vizsgára jelentkezést már elfogadja egy esetleges ellenőrzés alkalmával. A Jobbik szerint Magyarországot meg kell védeni a migráns válságtól, ezért nagyon fontos, hogy érvényes és eredményes legyen az október 2-ai népszavazás, hangzott el a párt mai sajtótájékoztatóján. Gyüre Csaba országgyűlési képviselő elmondta, jogtalannak és méltatlannak tartják, hogy a kormány diszkriminálja azt az 500-700 ezer külföldön dolgozó magyar állampolgárt, akik nem tudják levélben leadni a voksukat, ellentétben a határon túli kettős állampolgárokkal. Például egy szatmárnémeti lakos kindolgozik Angliába, kindolgozik egy nyíregyházi lakos is Angliába, adott esetben egy albéletben laknak, egymás mellett együtt dolgoznak. Aki szatmárnémetiben lakik, ő most október 2-án népszavazáson részt vehet és szavazhat, míg az a magyar állampolgár, aki Nyíregyházán lakik, de most ott él Angliába, mert ott oda kényszerül dolgozni, ő csak akkor szavazhat, ha hazajön Magyarországra, vagy ha elutazik sok száz kilométert Londonba a magyar konzulátusra. Ez igazságtalan és diszkriminatív. Thank you.
Új görögkatolikus templomot szenteltek Vásárosnaményban. A Szent Demeter vértanú nevére keresztelt épület alapkövét még 2008-ban rakták le, az építkezés 2011 májusában kezdődött. A mára teljesen elkészült templomot Kocsis Fülöp érsek metropolita szentelte fel. A szertartáson elhangzott, az új templom többek között állami támogatásból és a hívők adományaiból épülhetett meg. Szent István fődiakónus és első vértanú erekjéjének körbehordozásával kezdődött a templom szentelés Vásárosnaményban. Kocsis Fülöp érsek metropolita az első századból származó erekjét, azaz egy kis csontszilánkot a templom oltárába helyezte, majd viasszal fette le. Úristenünk, ki üdvözítőnknek benne való megjelenésével a Jordán vizét megszentelted, küldd le most is szent lelked manasztját, és áld meg ezt a vizet, hogy oltárodnak megszentelésére és tökéletessé tételére szolgáljon, mert áldott vagy örökkön örökké. Az érsek metropolita az oltárt is megszentelte, majd Grunda János pasztorális referens tartott beszédet. Kedves testvérek! Az Úr van ezen a helyen, és mi már tudjuk, hiszen érsek atya olajjal és az egyházunk imádságával fölszentelte ezt az épületet. Isten lakóhelyül és a mennyek országának kapujává. Jákob olajjal megjelölte ezt a követ, érsek atya olajjal, aztán szentelt vízzel és tömjénnel megjelöltük ezt a helyet, így ez a templom jellé vált a környék és a város lakói számára. A Szent Demeter vértanú nevére keresztelt templom homlokzatán és kupoláján már láthatók a Monostori Viktória festő által készített ikonok, és tervezik az ikonosztázion kialakítását is, melyet Nagy Sándor fafaragó művész készít majd el. Fehér nandúfiókák keltek ki a Nyíregyházi állatparkban. Az apróságokat hamarosan láthatják, előtte nézzük a híradó további témáit. Nemzetközi utánpótlás lány kosárlabdatornát rendez a hétvégén a Nyíregyházi kosársuli. Péntektől vasárnapig három korosztályban 15 csapat lép majd pályára a Szent Imre gimnázium és az Ötvös gyakorlóiskola csarnokában. Bentlakásos rendszerben napi 3 edzéssel készül a bajnokságra a Kölcsei DS-e. Hadobás István együttese a mezőny első harmadában szeretne végezni az NB2 északkeleti csoportjának 12 csapatos mezőnyében. Fehér nandúfiókák keltek ki a Nyíregyházi állatparkban. Mivel a parkban élő két nandú tojó különböző időpontban rakta le a tojásait, a korábban kikelt fióka egyelőre magasabb, mint a másik két csibe, de hamarosan mindannyian közel 2 méteresre nőnek, és súlyuk a 25 kg-ot is elérheti. A tojásokból 36 nap után keltek ki a fehér nandúfiókák, akik kezdetben főleg rovarokkal táplálkoztak, de most már a szülőkhöz hasonlóan elkezdték csipegetni a zöld leveleket is. A nanduk Dél-Amerikában, Bolívia, Uruguay, Paraguay, Brazília és Argentina nyílt füves térségeinek lakói. Első pillantásra olyan, mintha kis truccok lennének, de alkatuk lényegesen karcsúbb. A vad szürkésbarnás színezet mellett kitenyésztettek fehér tollazatú állatokat is, ilyen színűek a Nyíregyházi Állatpark nandúi is. A csibék jelenleg a madárházban nevelkednek, de amikor elérik az 1 méteres magasságot, csatlakoznak majd az ivarérett állatok csapatához. A fészekhagyó nandú csibék között 1 hónapnyi a kelési különbség, ez még látszódik a magasságukon is, hiszen kb. 15-20 centi van a legfiatalabb és a legidősebb állat között. Az ő növekedésüket pulykanevelő táppal, illetve speciális lágy ellenséggel gyorsítjuk meg, hiszen aprított zöldség, gyümölcskeveréket, illetve főtt tojást biztosítunk a számukra, és körülbelül fél év múlva már ivarérett nagyságukat elérik, azaz olyan 1 méter 70 centisek lesznek.
A nanduk párzási időszaka bárki számára azonnal felismerhető, hiszen a kakasok jellegzetes táncukkal, imponáló magatartásukkal, kiterjesztett szárnyaikkal hívják fel magukra a tojók figyelmét. Ebben az időszakban a betolakodókkal is igen agresszívan viselkednek. A párosodást követően a kakas földbe vájt mélyedést készített, melyet növényi anyagokkal bélelt ki. Ebbe a védett fészekbe rakták le a tojásokat a tyúkok, melyeket a kakas költött ki. Csak nem minden földrésznek megvan a maga jellegzetes futómadara. Afrikában a strucél, Ausztráliában az emu, Új-Guineában a kazuár, Dél-Amerikában pedig a nandu. A Nyíregyházi Állatparkban jelenleg strucokat, emukat és nandukat láthat a nagy közönség. Különleges interaktív előadással vidították fel ma a Bohóc doktorok a Józsa András Oktatókórház gyermekosztályának kisbetegeit. A szervezet munkatársai már 8 éve minden héten vizitelnek az intézményben, hogy vidámsággal és nevetéssel segítsenek a gyerekek gyógyulásában. Ez bizonyított tény, hogy a nevetés elősegíti a gyógyulást és hozzájárul ehhez, de mi azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek nagyon várnak minket, hogy az orvosok, hogy az ápolók kérik azt, hogy esetleg egy, például amikor bekötnek egy infúziót, milyen jó az, ha a Bohóc doktor ott van, és eltereli a gyerek figyelmét, és ezzel a kórházi munkát is megkönnyítjük. Nemzetközi utánpótlás lány kosárlabda tornát rendez a hétvégén a Nyíregyházi Kosársuli. Péntektől vasárnapig 3 korosztályban 15 csapat lép majd pályára a Szent Imre Gimnázium és az Ötvös Gyakorló Iskola csarnokában. Az elmúlt évekhez hasonlóan egy nemzetközi utánpótlás tornával vezeti fel a szezont a Nyíregyházi Kosársuli. A tini, a serdülő és a kadett korosztályban összesen 15 csapat lép majd pályára. A hazai élmezőnyt képviselő Pécs és Beac mellett az Euroligában szereplő kassai csapat, valamint a romániai Nagyvárad képviselői is ott lesznek a mezőnyben. A szervezők évről évre igyekeznek emelni a torna színvonalán. Bízunk benne, hogy azzal, hogy ezt rendszeressé tesszük, és valóban a torna színvonala esetleg olyan lesz, amilyet mi szeretnénk, ezzel felkeltjük az érdeklődést, és a jövő évi versenynaptárak tervezésénél már a klubok ezzel számítani fognak, és megpróbálják úgy beütemezni a felkészülési időszakokat, hogy ezek a tornák beleférjenek. A cél az, hogy ez nyilván minden évben rangosabb és előrébb legyen, mint ami az korábbi évben volt. Így van ez az idén is 33 mérkőzéssel, a tavalyi 22-vel szemben azért már mondhatjuk azt, hogy 30%-os emelkedés történt, és a résztvevők számában is, és a résztvevők minőségében is történt előrelépés. A torna névadójának képviselője szerint fontos, hogy a fiatalok közül minél többen sportoljanak. Gyakorlatilag a társadalmi szerepvállásunk egyik része a fiatalok a jövő nemzedékével való törődés. Ez jelen esetben az egészséggel is párosul, hiszen fiatalok sportolnak, és így egy egészségesebb generáció nőhet fel a régióban. A torna mérkőzéseit a Szent Imre Gimnázium és az Ötvös Gyakorló csarnokában játsszák majd a csapatok. A program csütörtök este 2 mérkőzéssel indul, a pénteki program délelőtt 11 órakor kezdődik, az eredményhirdetés vasárnap délután 16 órakor lesz. Az NKS felnőtt csapat a csütörtök este és vasárnap délután felkészülési meccset játszik a Szolnok együttesével. Bentlakásos rendszerben napi 3 edzéssel készül a bajnokságra a Kölcsei DS-e. Hadobás István együttese a mezőny első harmadában szeretne végezni az NB2 észak-keleti csoportjának 12 csapatos mezőnyében. Augusztus elején egyéni edzéstervekkel kezdték el a felkészülést a kölcseisek, majd néhány közös tréninget követően hétfőtől már napi 3 edzést vezényel a lányoknak Hadobás István. Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét voltak távozói a diákcsapatnak, viszont érkeztek is játékosok, így összesen 23 kézilabdázó készül a junior és a felnőtt bajnokságra. A legutóbbi szezonban a felnőtt csapat a harmadik, a junior gárda pedig a második helyen végzett. Az immár 12 csapatos mezőnyben az első 4 hely valamelyikét célozzák meg a Hadobás tanítványok. A legnagyobb gondot az jelenti, hogy 2 felnőtt kezdő kapusom is, illetve hát mind a 2 kapusom távozott, az egyik Budapest Testnevelési Egyetemen tanul, a másik Debrecen, illetve Miskolci Egyetemen. Ők sajnos nem tudnak majd a jövőben a Kölcsei kapujába állni, úgyhogy 2 saját nevelésű, illetve most érkező hajdunánási fiatal kislány fogja majd egyelőre úgy néz ki a kapus problémát megoldani, és hát a nagy ikonunk Szabó Vali visszavonult,
sőt két szélsőnk is, a Szoboszlai Ikrek is távoztak tanulmányi és családi gondok miatt, jövőben nem tudnak nálunk játszani, úgyhogy elég jelentős bérátömlesztésre lesz szükség. Ellenben érkeztek tehetséges fiatal 8-os, 14 éves gyerekek, heten is, akik valamennyien tehetségesek, és ráadásul szeretik a kézilabdát, úgyhogy remélem, hogy eddig se valottunk szégyen, most is megoldjuk majd. A csapat kapitánya tisztában van azzal, hogy az alapozás elengedhetetlenül szükséges a jó bajnoki szerepléshez. Annyira nem szeretjük, de muszáj, viszont ezzel összekovácsoljuk a csapategységet, és ez nagyon jó, ezért nagyon hasznos ez, és bent alszunk, így még jobb. A Kölcsések több edzőmeccset is játszanak a héten, majd vasárnap egy strandkézilabda tornával zárul a tábor. A bajnokság nyitó fordulójában szeptember 17-én az újonc mezőkeresztes otthonában lép pályára Hadobás István együttese. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Elkezdődött a tankönyvosztás. Akadnak olyan iskolák, ahol majd csak az első tanítási napon vehetik át a diákok és szüleik a tankönyveket. Mintegy 12 milliárd forint értékben 13 millió kiadvány kerül a diákok hozanapokban. Az általános iskola alsós osztályaiban alanyi jogon térítésmentesen járnak a könyvek, felső tagozaton pedig rászorultsági alapon. Akinek fizetnie kell, csekket kap, azt szeptember 15-éig kell kiegyenlítenie. Tovább emelkedhet a cukor ára. A természetes édesítő már most közel másfélszer annyiba kerül, mint egy évvel ezelőtt, azaz 187 forint helyett átlagosan 249 forintot fizethetünk a cukor kilójáért. Az emelkedést a vendéglátóhelyek zöme még nem építette be az árakba, ám ha tovább drágul a cukor, többek között az éttermek, cukrászdák kínálata is drágább lehet. A mezőgazdasági permetezőgépek kevésbé drága és észszerűbb műszaki vizsgáztatása érdekében Fazekas Sándor földművelésügyi miniszterhez fordul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A műszaki felülvizsgálatra november végéig van büntetés nélkül lehetőség, azonban az eljárás a gazdák szerint anyagilag megterhelő és teljes körűen kiépített rendszer hiányában nehézkes is. Kedves nézőink, a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 24-én, szerdán. Friss hírekkel csütörtökön este várjuk Önöket. Műsorainkért és további hírekért addig is böngészék honlapunkat. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, viszontlátásra! Holnap is marad a napos idő, az időjárási frontok elkerülik térségünket, meleg, jobbára száraz levegő áramlik fölénk. Éjjel derült lesz az ég, eső nem lesz, az északkeleti szél átmenetileg mérséklődik. Reggelre általában 14 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a maihoz hasonló, gomoly felhős napos idő várható csapadék nélkül, az északkeleti szél megélénkül, délutánra 26 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért a déli, kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. A jövő hét elejéig elkerülik a Kárpát-medencét a légköri frontok, többnyire száraz, egyre melegebb levegő alakítja időjárásunkat. Derült, napos, csapadékmentes időre van kilátás. Fokozatosan melegszik a levegő, a hétvégén kánikulai meleg, igazi strandidő várható. Az ősz közelettét jelzi az e-naphoz kötődő népi időjárási rigmus, amint Szent Bertalan magát mutogatja, az őszi idő is magát mind aszerint tartja. Eszerint napos, mérsékelten meleg őszi időben lesz részünk.